Jó napot kívánok! A Karcag Városi Önkormányzat nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Kisújszállási úti kerékpárút felújítása című projekt és a TOP 3.1.1.15.JN1.2016.00.021 azonosító számú kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon elnevezésű projekt sajtónyilvános átadó ünnepségén. Köszöntöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, miniszteri biztost. Dr. Fazekas Sándort, országgyűlési képviselőt, korábbi földművelésügyi minisztert. Köszöntöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Rózsa Sándort, Karcagváros jegyzőjét. Köszöntöm Dr. Lévai Olgát, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető helyettes asszonyát, a kivitelező képviselőit, és köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő képviselőit, a polgármesteri hivatal munkatársait, az intézmények képviselőit, a sajtó képviselőit és minden kedves jelenlévőt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat köszöntője elmondását. Tisztelt képviselő urak, jegyző úr, elnök úr, kivitelezők, tisztelt hölgyeim és uraim, jelenlévők, kedves televízió nézők! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai rendezvényen, amikor az a hosszú-hosszú pályázat, hiszen nem ma kezdődött a 2016-os pályázat, ahogy a TOP számból is lehetett hallani. Tehát nem most kezdődött, de a fizikai végéhez most érkeztünk el. Több hete, több hónapja már lehet használni az elkészült kerékpárutat. Ki lehetett próbálni, úgymond egy próbaüzemet lehetett végrehajtani rajta. Nagyon sokan kerékpároznak itt, ahogy végignézünk az ünnepség közben is, nagyon sokan használják. És hát nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor jöttem ide, hogy elmondjak-e mindenféle számot, kilométereket, beszéljek-e arról, hogy mi minden készült el ezen a kerékpárúton, de azt gondolom, hogy inkább a fontosabb dolgokról kell a kerékpárút kapcsán beszélnünk. Arról, hogy Karcag közlekedés fejlesztése 2022-ben egy nagy fordulatot vett, hiszen a kerékpárutak elkészülésével, a parkolók létrehozásával, fejlesztésével, az utak javításával, a gyalogjárdák fejlesztésével egy átfogó programot kezdtünk, és ennek a programnak most érkeztünk el egy olyan pontjához, amikor fizikailag megvalósult, legalábbis ami a kerékpárutat illeti. Egy olyan városrészen keresztül vezet és ível át az a kerékpárút, amelyen most is állunk, amely a város szélét a közepével köti össze, összeköti egymással a meglévő és az újonnan épült kerékpárutakat, hiszen nem csak itt a Széchenyi Sugárúton, illetve a felújított Madarasi úton, hanem a Kisújszállási útról is beszélünk, amely egy több mint 30 éve meglévő kerékpárút, és nagyon várta mindenki azt, hogy megújuljon, hogy egy új formában, megszélesítve, biztonságosan lehessen használni. És a legnagyobb és a legfontosabb szó ebben a mondatban a biztonságosság, hiszen nagyon sok kerékpáros átvezetés valósult meg, nagyon sok közlekedési táblát helyeztek ki a kivitelezők és terveztek meg a tervezők, amely mind-mind azt szolgálja, hogy a köves úton, a közúton közlekedők, illetve a kerékpárúton közlekedő kerékpárosok, mellette természetesen a gyalogosok is biztonságosan tudják használni valamennyi napszakban és valamennyi évszakban az elkészült kerékpárutat. Ha kilométerekről beszélünk, akkor összességében a két kerékpárút nagyjából egy 10-12 kilométert jelent. Ennek jelentős része már megvolt, tehát egy közel 8 kilométeres szakasz már megvolt, amely teljesen felújításra került, illetve körülbelül egy 3-3,5 kilométer az, ami teljesen újonnan készült el.
és ehhez vehetjük hozzá azokat a szakaszokat, ahol a meglévő közút mellett úgynevezett kerékpáros sávok kerültek kialakításra. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek azt a munkát, amelyet az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben végrehajtott. Köszönjem a tervezőknek az odafigyelést, azt, hogy olyan utat raktak össze számunkra a tervező asztalon, amely, ahogyan azt bizonyítja is már a használat közben, egy teljesen jó és használható utat jelent. Köszönöm a kivitelezőknek, a menedzsmentnek, köszönöm azoknak a szervezeteknek, akik támogatták a kerékpárút elkészítését, és itt engedjék meg, hogy kiemeljem a Karcagért közalapítványt, aki a kisújszállási úti kerékpárút fejlesztése során további forrásokat biztosított a biztonságos közlekedés érdekében, hiszen a korlátok, a festése a kisújszállási útnak az ő támogatásukból készült el. Köszönöm szépen a polgármesteri hivatal munkatársainak az odafigyelést, és hát bízom abban, hogy ez az elkészült kerékpárút, a megújult kerékpárút, az új kerékpárút hosszú-hosszú évekig fogja szolgálni Karcag közlekedését, fogja szolgálni az erre kerékpározók biztonságos közlekedését. Én remélem, hogy ezek a fejlesztések, amelyeket önkormányzatunk elkezdett, ezek a közlekedési fejlesztések folytatódni fognak, és folytatódni tudnak, ehhez pedig mindenképpen szükségünk van, és ezúton is köszönöm Magyarország kormányának, képviselőuraknak azt a segítséget, támogatást, amellyel hozzájárultak, hogy ma ezt az ünnepséget, amely, hangsúlyozom még egyszer, egy nagyon-nagyon fontos közlekedési fejlesztés Karcag érdekében át tudjuk adni, és a nagy közönség fogja tudni használni a továbbiakban is. Én ehhez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget és biztonságos közlekedést, biztonságos hazatérést az elkészült kerékpárutakon. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt köszöntői elmondására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Polgármester úr, képviselő úr, szeretettel köszöntök mindenkit a mostani igazán fontos és jeles alkalmon, amikor Karcag történetének legnagyobb kerékpárút beruházása kerül átadásra. Ebben a műfajban, ha úgy tetszik, a közlekedés fejlesztésben, a kerékpáros közlekedés fejlesztésében az a legjelentősebb beruházás évtizedek óta. Tudjuk azt, hogy itt Karcagon több ütemben épültek ki a kerékpárutak, még volt, ami tanácsi beruházásban, önkormányzati beruházásban, sőt azt, hogy ez egy igazi biciklis város, jól mutatja azt, hogy a Karcagért közalapítvány jótékonysági bálakon keresztül is, és mások is, magánvállalkozók is különböző adományokkal, adománygyűjtéssel is segítették azt, hogy bővüljön a kerékpárút hálózat. De ez a hálózat még mindig nem volt elég, és ezért egy nagyon fontos dolog, hogy a mostani felújítás, illetve új utaknak a kialakítása az fontos lépés abba az irányba, hogy a város még inkább kerékpáros barát közlekedési hálózattal rendelkezzen. Én gratulálok ehhez az önkormányzatnak, polgármester úrnak, képviselőnek, mindenkinek, aki akár a járás, illetve a kormányhivatal, akár a polgármesteri hivatal részéről közreműködött abban, hogy a kivitelezők igazán jó minőségben és kellő határidőre elkészültek ezzel a munkával. Láthattuk ezt itt a városban járva kelve, sőt a próbaüzemre már igénybe is vettük a bicikliutat, amelyet nem volt könnyű azért elhelyezni. Nekem meggyőződésem, hogy itt azért egy beépített környezetben a közlekedési szituációk is néha eléggé kiélezettek, ahol sokan mozognak, és ahol építkezni meg még nehezebb. Nagyon ügyesen sikerült megoldani azt, hogy a kerékpárút szolgálja azt a célt, amelyet kitűztek a város vezetői, amit a közvélemény is elvár, hogy biztonságosan, hatékonyan lehessen, gyorsan lehessen közlekedni. Én bízom abban, hogy ez a kerékpárút a funkcióját majd eredményesen betölti, és tudom azt, hogy a város részéről, képviselő úr részéről is van nyitottság a munkálatoknak a folytatására, hiszen távlatokban akár a Tiszatónak az elérése, akár a város további pontjának az elérése a kerékpárutakon keresztül egy ígéretes és megvalósítható cél.
Én gratulálok mindenkinek, aki részesebb volt ennek a beruházásnak, és bízom benne, hogy Karcag közönsége, úgy, hogy a próbaüzem alatt, ha így fogalmazhatunk, a jövőben is örömmel és eredményesen fogja majd használni ezt a kerékpárutat, hiszen Karcag biciklisnek a városa, itt nagyon sokan közlekednek kerékpárral, és ez egy igazán olyan közlekedési eszköz, amely egészséges, olcsó, gazdaságos és gyors itt a mi karcagi világunkban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt köszöntője elmondására. Tisztelt polgármester úr, képviselő úr, jegyző úr, kapitány úr, tisztelt önkormányzati képviselő, kivitelező, járási hivatalvezető helyettes asszony. Mindenkit nagyon szeretettel köszöntök, és nagyon rövidnek kell lennem, hiszen én pontosan látom, hogy körülbelül 20 percet tart ez a rendezvény, és már 40 kerékpáros legalább jött volna ezen az úton, és minél rövidebbek leszünk, annál biztonságosabban tudnak a karcagi kerékpárosok közlekedni. Hiszen tudjuk azt, hogy Karcagnak fejlődnie kell, és a város fejlődik. Fejlődik az intézményhálózata, az iskolái, óvodái, bölcsödéje, de fejlődni kell a közlekedésének is. És a közlekedése is fejlődik, hiszen rengeteg autó lett az elmúlt években. Megtöbbszöröződött a karcagi autótulajdonosok száma. És tudjuk azt, hogy ha autóval közlekedünk, akkor milyen nehéz Karcagon parkolóhelyet találni. Nagyon sok parkoló épült, és lehet, hogy még kell majd parkolóknak épülni. És tudjuk azt, hogy ha autóval közlekedünk, akkor milyen nehéz a kerékpárosokat kerülgetni. Ez az autósok szemszöge. De amikor kerékpárral közlekedünk, és főleg gyermekkel, akkor tudjuk azt, hogy milyen veszélyes a közúton közlekedni kerékpárral, nehogy Isten gyermekkel, és akinek kisgyermeke van, tudja azt, hogy milyen nehéz elengedni az iskolába a gyermeket, ha a kerékpárral közlekedik. És milyen jó dolog az, hogyha kerékpárút van, tudjuk azt, hogy biztonságban vagyunk mi is, és a gyermekeik is biztonságban vannak. Ez nem egy egyszerű beruházás. A kerékpárút egy olyan beruházás, amely nem csak kényelmet biztosít a karcagiaknak, az itt lakóknak, hanem biztonságot. Személyi biztonságot az idősebbeknek, fiatalabbaknak és a gyermekeknek. Ilyen az, amikor egy település vezetése több mindenre gondol. Nem csak arra, hogy munkahelyek épüljenek, hiszen épültek a Penny Logisztikai Központ, az Agrosprint telephelye, és épültek óvodák, bölcsödék, iskolák. És felépült ez a kerékpárút, amire nagyon nagy szükség volt. Hiszen aki a kisújszállási úton, vagy itt a sugárúton közlekedett, az pontosan tudta, hogy milyen nagy szükség van a kerékpárútra. És nehogy Isten a piacnál, akár egy piac napon nem lehet közlekedni, nem lehetett közlekedni, hiszen autósok, kerékpárosok egymást akadályozták. És ott is megépült a kerékpárút. Én köszönöm az előrelátó városvezetésnek, polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, köszönöm a kivitelezőknek a gyors és hatékony munkát. Köszönöm a Magyar Közútnak, hogy az engedélyezés a tervek elkészítésénél partner volt, és köszönöm a karcagiak nevében, azoknak a nevében, akik autóval közlekednek, és azoknak a nevében, akik kerékpárral közlekednek, és ideje a köszöntő beszédemet befejezni, mert nagyon sok kerékpárosnak át kell adni ezt a jó minőségű, biztonságos karcagi kerékpárutat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Szalagvágás következik. Kérem polgármester urat, képviselő urakat és a kivitelező képviselőit a szalag átvágására. Igaz, hogy látszódjon az ilyen.